borosokról, következik a pohár boros királynak, hogy adja őseket, de szerintem te nagyon beszélsz, tudjuk, és neked kéne elmondod akkor pohár életes karról. Jó? Elolvastam át, azt akarok kívánsba olvasni. Gyertek ki is, mert akkor látom a mikrofont. Kedves közösségünk, kedves vendéget, ami a kórus beáll, még két-három mondattal engedjük meg, hogy a Pogányi Német vegyes kar vagyunk. A Pogányi Németségről tudni kell, hogy nem az első német bevándorlással kerültek a faluba, hanem Torona megye déli részén telepedtek meg először, és az 1800-as évek második felében, így a második áttelepüléssel leltek végül is haszát Pogányba. A falunak 1250 lakosa van, horvátok, németek és magyarok élnek a községben. Mire büszkék vagyunk, mindegyik nemzetiségnek vagy nemzetségnek van egy saját kórusa, énekar, tehát egy dalos társaság. Az eredményeinkről két mondatban rögtön, hogy a magyarországi, az erdélyi magyarországi németek irodája által rendezett minősítő hangversenyen, három évvel ezelőtt is, és ebben az évben is Sondereken kiemelt aranyfokozatot is, érdekes aranyfokozatot. Ennek külön örülünk, hogy novemberben, ezért novemberében részt vehettünk Török Bálinton a magyarországi német kórusok a 12 remű kórus számára rendezett fesztiválon. Ez is egy kellemes. Most egy karácsonyi, német karácsonyi énekösszeállítás alatt harmonikán dr. Erdőki Gábor kísért a kórusit.